Luna Szerdahely, még fel sem fogta a pásztor Annát zaklató Joseph P. 40, családja, a dunaszerdahelyi férfi öngyilkosságát, újabb nehézséggel kell szembenéznie, nincs elég pénz a temetésre. Szeretnénk minél hamarabb hazahozni Joseph holttestét, mert itthon akarjuk eltemetni. Még nem tudjuk, mikor engedik a magyar hatóságok. Reméljük, már nem kell sokat várni, kezdte lapunknak Joseph egyik közeli barátja. A családja szerény körülmények közt él, de már próbálnak spórolni, kölcsönkérni, hogy intézni tudják a gyászszertartást. Az anyukáját megviselte, ami a fiával történt. Bíztak abban, hogy hazamehet, kezelőorvost is kerestek neki. Mint azt korábban megírtuk, pásztor Anna zaklatója, akit tavaly nyáron egy koncerten késsel a cipőjében fogtak el, és azóta rács mögött volt szerdán egy borotva pengéjével megsebesítette a nyakát, majd a kórházba szállítása után a életét veszítette. Egy héttel korábban bíróság elé állt zaklatás miatt, ám a bíró módosította a vádat, így emberölés előkészületének büntettéért kellett volna felelnie, amelyért akár 20 évet is kaphatott volna. Hozzátartozói szerint a férfit megviselte a bezárva töltött idő, ezért lett öngyilkos.